Március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Többek között erre emlékezett Szabó Tibor, Bonyhádváros alpolgármestere. Pontosan ebben az időszakban, amikor azt hiszem nem mondok nagyon nagy botorságot, ha azt mondhatom, hogy háborúban állunk most is. Ebben a percben, ebben a órában vívjuk azt a harcot, ami számunkra láthatatlan ellenség okozott. Meggyőződésem, hogy az, amit üzen nekünk 1848, hogyha közösen összefogunk, és mind egyet akarunk, akkor ezt a harcot is meg fogjuk vívni győztesen. Meggyőződésem, hogy jövő március 15-én már együtt ünnepelhetjük ugyanazokat a meghitt és kedves és nemes hagyományokat, amit Bonyhádon eddig is tettünk. Ezek a hagyományok arról szólnak, hogy a Perczel családdal közösen minden évben március 15-én összegyűlünk, és emlékezünk ezekre a március 15-i napokra. Ezen a napon adjuk át a Völcsék Talentuma díjat, ezen a napon adjuk át Bonyhád legrangosabb díját, a Perczel díjat. Mindettől elestünk ebben az évben, sajnos már a tavalyi évben is, ezektől a hagyományoktól. Azt mondhatom, hogy a történelemben már nagyon sok ilyen csendes ünnepünk volt, amikor otthon kellett mindenki ünnepeljen, négy fal között, hiszen a szabadságharc leverése után hosszú évtizedekig csak megtűrték ezeket az emlékezéseket. Amikor először hivatalos ünnep lett, ez 1919-ben történt, aztán eltelt egy hosszú időszak, amikor pirosbetűs ünnepé vált 1927-ben, mindez tartott 1951-ig, amikor is a kommunisták kerültek hatalomra, megszüntették ennek az ünneplését. A forradalom és szabadságharc egyik kimagasló alakja volt a bonyhádi születésű Perczel Mór, Tolna megyei földbirtokos, honvéd tábornok. Az a különös szerencsénk van, hogy egy olyan városban élhetünk, amelynek szülöttje a nagynevű Perczel Mór tábornok. Ő olyan nagy kaliberű politikus és hadvezér volt, akit amúgy a parlament tagjaként is csak forrófejű tolnainak neveztek. Perczel Mór a mi városunk szülöttje, nagyon büszkék vagyunk rá, és ezt minden március 15-én meg is ünnepeljük közösen a Perczel családdal. 1960, emlékeim szerint 69 tájékán, 68-69 tájékán volt az, hogy tovább próbálták homályosítani ennek az ünnepnek a fényét, mégpedig úgy, hogy összefűzték két másik eseménnyel, nevezetesen a Tanácsköztársaság nevű terror időszakkal, és a felszabadításnak csúfolt szovjet megszállással. Ezt nevezték forradalmi ifjúsági napoknak. Nem aratott oszlatlan sikert a fiatalság körében, nem tudott meggyökerezni ennek az ünnepség sorozatnak a létjogosultsága. 1973-ban, ha jól emlékszem, 73-ban gumibotoztak először a Kádár rendőrei, amikor fiatalok a rendszer megváltoztatására szerettek volna törekedni. Utolsó gumibotozás 1988-ban történt, és aztán hála Istennek, illetve azoknak az akkori fiataloknak a lendülete és a világpolitikai helyzet úgy hozta, hogy 1990-ben rendszert váltottunk, és azóta ismét pirosbetűs nemzeti ünnepé vált március 15-e. Március 15-e 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep és egyben a magyar sajtó napja. Ugyanis 1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit.